Szeretettel köszöntöm a kedves nézőinket, gyere, hogy vagy műsorunk mai adásában. Témánk egy közösség, ami pártolja a művészeteket. Vendégem pedig Henter Barna, a Pest-Lőrinci Adventista Gyülekezet lelkésze. Köszöntelek, Barna, itt a stúdióban. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szervusz, Andrea. Köszöntöm a nézőket. Mutassuk be egy kicsit a Pest-Lőrinci Gyülekezetet. Beszélj egy kicsit róla, hogy milyen az összetétele, hogy képzeljük el ezt a közösséget. Hát a közösségnek van egy bemutatkozó lapja is, és hát a Petőfi utcába elhaladó emberek, ha ezt az épületet keresik, akkor ez egy olyan hely, ami tényleg magán hordozza azt az üzenetet, hogy gyere, ahogy vagy. Igazából 1914-ben Bese János megtérésével kezdődött, aki Hünergárt János evangelizációjára tért meg. Előbb a Batthyány utcában, majd a jelenlegi helyén, a Petőfi utca 22 szám alatt van 1947 óta. Ez már egy nagyon régi, ez egy régi gyülekezet, közösség. Nagyon sok sorozatot tartott, teltházasat, még olyan időkben, amikor tényleg ennek az épületnek, a Petőfi utcainak is fatüzelése volt, ja. És teltház mellett evangéliumot hirdettek ebben a helységben. 2004-ben igazából az S betű lefelé görbülő ágában volt a gyülekezet. Mi mikor gyülekezetet kerestünk, nem választottuk ezt a gyülekezetet, mert nem voltak gyerekek. De az előttem ott lévő lelkész ezt nagyon helyre tette, úgyhogy most egy fiatal felnőttekből álló gyülekezet van, nagyon sok gyerekkel, gyerekprogramokkal, családi halászás programmal és Mikulás partival, Isten tiszteletben, gyerektörténettel. Próbáltok figyelni a felnövekvő generációra is. Hát örülünk a fiatal felnőtteknek, és persze vannak idősebbek is, de a gyerekek egy értéket képviselnek a gyülekezetben, és hát ilyen értelemben a foglalkozások nagy része is, hogy gyerekbarát közösség legyen, ez egy fontos szempont a gyülekezetben. Nagyon érdekes az az arculata a gyülekezetnek, amire egy vendéget meg tud lepni, az, hogy ha belép valaki, vagy a gyülekezet előtt elmegy, nagy kalapos emberekkel is találkozik, és színes ruhába öltözött Gábor cigány hölgyekkel. Ezek az emberek nagyon segítőkészek, bibliaismerő emberek, akik az egyháznak az üzenete irányítottak, és igyekszenek ez szerint is élni. Ők részei a gyülekezetnek. Teszteli egy kicsit a mai emberek gondolkozását, hogy csak a felszínen vagyunk előítéletmentesek, vagy valójában azok is vagyunk, és bátran felvállalunk egy istentiszteletet ezeknek az embereknek a társaságában is. Akkor maga a gyülekezet közösségének a felépítettsége is tükrözi ezt a gyere, ahogy vagy mottót? Hát igen, tehát persze színes közösség. Ez egy színes közösség, valóban bárki jöhet úgy, ahogy van, de természetesen ez azt is jelenti, hogy a közösségnek ezt még tanulnia kell, és folyamatosan megújulni ebben, hogy valóban nyitott és elfogadó legyen a környezetével szemben. A programjaink is egy kicsit ezt mutatják, amik az elmúlt időben voltak, tehát ezt a nyitottságot próbáljuk egy kicsit mintázni. Milyen programjaitok voltak az elmúlt időszakban? Hát igazából egy egészség expo volt az, amivel kicsit kiléptünk a kerületbe, és hát ugye alkalmanként egy 60-70 emberrel sikerült beszélgetni 8 állomáson. Ez nem feltétlenül csak az embereknek volt jó, hogy kaptak egy fél liter vizet, és mozgásról, pihenésről, egy kis biciklitekerés után vérnyomásmérésről beszélgettünk, hanem maga a közösségnek is jót tett az, hogy kicsit nem csak a falakon belül és az otthonában éli meg a hitét, hanem kilép egy jó programmal az emberek közé. De ugyanilyen volt a Gyűrűk úra, ami egy jó alkalom volt, kicsit a házasság megerősítését célozta, és a fiatal felnőtteket úgymond abból a körből, hogy valakit megszeretünk, kedvesek vagyunk,
hozzá, aztán egy idő után valami elromlik, már nem vagyunk annyira kedvesek, és keresünk valakit, aki úgy szintén kedves hozzánk, tehát hogy egy kicsit megtörjük ezt, és tényleg abba az irányba mozdítsuk magát a közösségben lévő hívő embereket is, hogy ne adják fel a házasság építését, hanem folyamatosan tegyenek érte. Aztán volt egy sorozatunk a segítségnyújtással kapcsolatosan, ami igazából azt tűzte ki célul, hogy a kerület egyik iskolájában az iskola által javasolt gyerekek számára mi, mint közösség fizetjük be az étkezésüket egy fél éven keresztül, és hát a sorozat alkalmával a közösség egy olyan 150 ezer forintot gyűjtött össze, ezt kiegészítette az ADRA segélyszervezet, és hát ez is egy jó lehetőség, hogy nem csak magunkra gondolunk, meg a mi gyerekeinkre, hanem egy kicsit a kerületre is gondolunk. Aztán hallottam, hogy volt egy festménykiállításotok is, hogy ti is bekapcsolódtatok ebbe a programba. Igen, hát itt lép be az a gondolat, hogy pártoljuk a művészetet. Igazából Aknai Evzámba és Tábori Csaba művészeknek volt a festménykiállítása, és hát erre igyekeztünk meghívni az iskolákat, a gyerekeket. Az érdekessége talán az volt, hogy ez a program megmutatta azt, hogy a gyerekek mennyire tele vannak kérdésekkel. Tehát a Bibliával kapcsolatban? Vagy úgy, Rózsa Völgyinél, Tomonyák Gittával tárlatvezetést kínáltunk föl, ő egy kerületnek egy nagyon közismert személye, aki nagyon sok generáció ment át a kezén, mint oktató, de vele tárlatvezetést, esti előadásokat tartottunk, és így tárlatvezetés közben derült ki az, hogy a gyerekeknek kérdéseik vannak Jézussal, tényleg létezett, miért is halt meg ő a kereszten, és hát olyan témák, amiket ezzel a 3-6-os korosztállyal a szülők elkerülnek, tehát például a halál témája. Nem olyan értelemben, hogy keresik a halált, hanem olyan értelemben foglalkoztatja őket, hogy mi van akkor, ha valakit ők elveszítenek, vagy valakit elveszítettek a családból, és hát lehet, hogy még a szülők is kerülik ezeket a témákat a gyerekekkel, mert nincsenek válaszaik, hogy milyen reménységet is közvetít a Biblia. Ja, meg valahogy nehéz is talán erről beszélni, hogy megfogni igazán, hogy mi is ez, mit élünk át, azt egyáltalán felvállalni, így hogy van, átéljük. Így van. Hát nagyon szép volt maga a megnyitó, és maga ez a kiállítás, és nagyon nagy volt az érdeklődés. A záró alkalommal pedig a gyerekek egy Bibliát kaptak, mert igazából, mint közösség ezzel haladunk 2017 felé, a reformáció éve felé, hogy kapnak egy Bibliát, amit forgathatnak, hogy még szebb képük legyen Jézusról és azokról a tanításokról, amiket a Biblia tartalmaz, valamint a Life Connect segítségével egy olyan kis magazint kaptak a gyerekek, ami hát a Bibliában azért nem illik firkálni, olvasni, lehet meg valamit aláhúzni, de hogy valamit kitölthetnek, egy kis feladatlap van benne, és hát természetesen benne vannak a gyerekeknek a rajzai. És hát lehet, hogy ezt ők jobban értékelik, és saját rajzuk benne van egy kis folyóiratban, ez számukra nagyon nagy dolgot jelent. És hát persze itt van az első díjat nyert személy is, aki egy olyan 11 ezer forint értékben hát további rajzpályafutásához kellékeket kapott. Hát azért 9 díjazottunk volt, tehát próbáltunk odafigyelni, hogy a 144 rajzból minél több személyt díjazunk azon kívül, hogy mindenki kapott egy ilyen újságot és egy Bibliát. 144 pályázó az elég szép. Hát igen, 8 iskola vett részt ebben a programban, volt, ahol 26, volt, ahol 46 gyerek, és ezek a gyerekek igazából
ebben az időszakban úgymond Jézusra figyeltek. Mm. Tehát még decemberben kellett leadni a rajzokat, bár január 20-án volt a díjátadás, nyitottak voltak, és ebben az időszakban ugye kicsit Jézusra figyeltek még a rajzkészítés közben is. Látom, hogy még tartalmaz az újságotok néhány hirdetést. Igen, igen, igen. Igazából amit meghirdettünk a gyerekeknek, és ebben a kis újságban is benne volt, az a bibliai olimpia, aminek a gyülekezetünkben a helyi fordulója március 7-én 16 órától lesz, és erre várjuk úgy szintén ezeket a gyerekeket, és Mózes első könyvéből készülhetnek erre. Majd pedig lesz egy következő forduló, valamikor októberben, ahol országos megmérettetés lehet, és vehetnek részt ezen Lukács evangéliumából. Úgyhogy készülhetnek a gyerekek, és hát várjuk erre a kis három korosztály számára is meghirdetett alkalomra őket, hogy hát egy kicsit többet is tudjanak a Bibliáról, egy ilyen kis vetélkedőben, ahol úgy szintén tárgyi ajándékokat is kapnak, részt vegyenek, és egy kicsit épüljön ez a kép bennük, ami Jézusról van, hogy aztán ez hasson rájuk. Jó dolog, ahogy így próbáltatok ti is közelíteni a gyerekekhez, hogy foglalkozzanak Jézussal, hogy karácsony ne csak arról szóljon, hogy mit kapok, vagy mit adok másnak, hanem hogy egy kicsit Jézus életével foglalkozzak, és próbáljak arról akár egy művészi ábrázolást is készíteni, valamint, hogy itt lesz ez a bibliai olimpia, ahol szintén megint a Bibliához, megint valami olyan fontos dologhoz próbálunk közelíteni, ami talán egy kicsit így háttérbe szorul a mindennapjainkban. Érdekes volt az, hogy 21 témát hirdettünk meg ebben a festménykiállításban, hogy rajzok készülhettek. És ebből lehetett választani, ebből lehetett választani. Igazából az volt az érdekes, hogy a lányok természetesen az angyali üdvözlet és a születés pillanatát ragadták meg. A fiúk azok szeretnének a vízen járni. Tehát a csodák világában mozogni, és vihar lecsendesedjen, és ők járnak a vízen. Tehát... De a 21 témából nem túl széles az, amit kiválasztottak. És ez mutatja azt, hogy a gyerekeknek van lehetőség még arra, hogy bővítsék az ismereteiket arról, hogy ki is volt Jézus, mit is tett, mit tanított, és miközben ezzel foglalkoznak, ez visszahat rájuk, és olyan elvek és gondolatok lehetnek az övéik, amit Jézus Krisztus tanított és képviselt. Volt-e valami olyan pozitív visszajelzés, amit így kiemelnél, akár iskolák részéről, iskolák vezetősége részéről, vagy konkrétan gyerekek részéről, így ezzel a programmal kapcsolatban? Hogy egy olyan jó tapasztalat, ami nektek nagyon sokat jelent. Hát, mivel ezt a Kondor Művelődési Házzal együtt szerveztük ezt a programot, akik nagyon sok programot adnak Budapest Lőrincen évek óta, igazából az ő elkötelezettségüket abban, hogy segítsék ezt a programot, én ebben tudnám egy kicsit lemérni azt, hogy ők nagy fantáziát láttak ebben az egészben, és segítették ezt a programot, hogy megvalósuljon, és igazából értették azt, hogy ez egy érték, amit átadunk a gyerekeknek. Természetesen Szarvas Attila alpolgármester úr is, aki a díjosztón ott volt, ő maga is kifejezte azt, hogy ez egy nagyon jó dolog így a kerületben, és milyen jó, hogy a gyerekek ebben épülhetnek, és ilyen dolgokra is figyelhetnek. Látom, hogy hoztál egy emléklapot is. Igen, egy emléklapot is hoztam. Hát az újságon, a Biblián kívül természetesen mindenki megkapta maga emléklapját, és hát láttam ezt iskolákba kitéve, tehát a gyerekek büszkén értékelték, és ugyanígy a Bibliát is valahogy a díjkiosztón sikerült annyi mindent odaadni a gyerekeknek, hogy pont a
díjazottak közül kettő valahogy nem kapta meg a Bibliáját, és hát ez nagyon komoly problémát jelentett, úgyhogy utólag kellett pótolnunk, tehát a gyerekek kérték azt, ami nekik járt, tehát amit meghirdettünk, tehát fontosnak tartották, hogy itt két Biblia hiányzik, és kérik azt a Bibliát, hogy forgathassák. Ahogy láttam, ez nem egy szokványos Biblia. Egy kicsit bemutatnád még, hogy látom, hogy talán a Magyar Biblia Társulat logója van az elején. Igen, tehát a Magyar Biblia Társulatnak a kiadása a Zsoltárok könyvét és az Új Szövetséget tartalmazza. Tehát igazából az őszi programra tudnak majd a gyerekek Lukács evangéliumából készülni ebből a könyvből. És hát egy nagyon szép Biblia ilyen szempontból, és a gyerekek számára egy könnyebb nyelven és könnyebb érthetőséget biztosít ilyen szempontból. Reméljük, hogy a szülők is fogják azért néha lopva forgatni, és így akkor válaszolni. Vagy együtt olvasni. Hát azt nem tudom, tehát mindenki robog Pestlőrincen is, mint minden máshol, úgyhogy nem tudom, hogy együtt, de azért reméljük, hogy a szülők is a kezükbe veszik. Reméljük. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyen terveitek vannak a jövőre nézve, a közösségeteken belül. Miket terveztek, milyen programokat terveztek a közeljövőben? Februárban szeretnénk folytatni a gyülekezetben elkezdett Gyűrűk Ura programot. A kis tím, amelyik úgy ezt a kérdést áttekintette már, azt kérte, hogy a mindennapok feszültségeivel foglalkozzunk egy kicsit, úgyhogy szombat délutánonként februárban ezt tervezzük, hogy 17 órától ezzel foglalkozunk, hogy hogyan is kezeljük ezeket a feszültségeket. Valamint várjuk március 7-én a Mózes első könyvéből a Biblia Olimpia résztvevőit az első fordulóra, és szeretnénk, ha ebben részt vennének. A közösség maga igazából az Egészség Expót szeretné kivinni a kerületben az emberek közé, a Havanna napokon, a Pestimrei napokon, a Lőrinci Bókai kertben szervezett programokon. Reméljük, hogy ebben előmenetelünk lesz, és sikerülni fog. Ugyanakkor, hát mint közösség, mint gyülekezet, az evangéliumot vagyunk elkötelezettek hirdetni. És maga az Isten tiszteleteink, ezek ezt tartalmazzák, tehát szombatonként 9:30-tól egy bibliai beszélgetésre, 11-től ige hirdetésre várjuk a kerületben lakókat, az érdeklődőket, és hát amire koncentrálunk, továbbiakban is az értékeink, tehát a gyerekek, a közösségépítés, szeretnénk együtt sportolni a fiatal, felnőtt korosztály és a gyerekeik, és hát ebben is egy kicsit építeni azt, hogy ne csak vallásos dolgokkal foglalkozunk és dolgozzunk, hanem valóban a közösségépítésnek minden területén egy kicsit tovább haladjunk. És ne csak beszéljünk az egészségről, hanem konkrétan hát tegyünk, tegyünk is érte. És azt könnyebb közösségben tenni. Legalábbis jobb érzés, hogyha nem egyedül futok, hanem akár valószínű, egy labdajátékot játszok a többiekkel. Ma már nem jellemző rám, de régen, mikor elindultam futni, akkor egy idő után azt vettem észre, hogy már csak sétálok. Mostanában azért már kitartóbb vagyok, és azt az X távot lefutom, de tény, hogy a közösség segít abban, hogy aktívabbak legyünk, és mindenki kicsit megmozgassa magát a közösségből. Köszönöm, Barna, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Hát én köszönöm, hogy beszélhettem a Lőrinci gyülekezetről. Majd téged is várunk, hogy ellátogass a közösségbe, és belülről is megtekintsd, hogy milyen is a Pest-Lőrinci adventista gyülekezet. Köszönöm a meghívásodat, és igyekszem ennek eleget tenni. Köszönjük a kedves nézőinknek is a figyelmét, és kérem, hogyha tehetik, látogassanak el a Pest-Lőrinci gyülekezetbe. A közösség programjairól a www.gyereahogyvagy.hu honlapunkon bővebb információkat kaphatnak. Köszönjük még egyszer, hogy velünk tartottak. Szokásunkhoz híven egy áhítattal búcsúzunk. A viszontlátásra!
Tisztelettel és szeretettel köszöntjük kedves nézőinket. Készüljünk Isten áldásaira. Nagyon sokszor a mi hitünk olyan elméleti keresztény hit. Azt mondjuk, hiszünk Istenben, hiszünk a Szent Háromságban, elfogadjuk a Szentírást, de azokat az áldásokat, amelyeket Isten mind az Ó, mind az Új Szövetségben megígért, azokat valahogy úgy elengedjük a hitünk mellett. Egy bibliai igét szeretnék felolvasni a 91. Zsoltár 7. verséből. Elesnek mellőled ezren, és jobb kezed felől tízezren, és hozzád nem is közelít. Ez egy olyan isteni áldás, amely az élet legkülönbözőbb helyzeteiben bizonyítja azt, hogy az Isten velünk van. El kell fogadjuk a gondviselést. Amikor egy házaspárnak az orvos bejelenti, hogy áldott állapotban van a hölgy és babát várnak, akkor készülnek a baba fogadására, elmennek, megveszik a kiságyat közösen, különböző gyermekholmikat, játékokat, és a születendő gyermek nemének megfelelő színeket választanak. Milyen érdekes, amikor gyermekáldásban van részünk, akkor az áldásra felkészülünk. És amikor Isten azt mondja, hogy elesnek mellőled ezren, jobb kezed felől tízezren, hozzád pedig nem is közelít, akkor ezt olyan általánosságban vesszük. Készüljünk fel Isten áldására. Nem olyan rég hallottam egy esetet, amikor nagy szárazság volt nyáron, és egy keresztény közösség imaórát hirdetett, hogy imádkozzanak az esőért. Nagyon sokan eljöttek a közösség tagjai közül, de esernyőt csak egy 13 éves kislány hozott magával, mert a többiek úgy gondolták, hogy imádkozzunk az esőért, de valahogy nem azonosultak ezzel a gondolattal, Isten áldására nem készültek föl. Szóval, ha esőért imádkozunk, akkor higgyük el azt, hogy lesz eső, és készítsünk magunknak ernyőt. Nagyon sokszor nem fogadjuk, nem várjuk, nem készülünk az Isten áldására. Most olyan időszakban élünk, amikor azt halljuk a hírekben, különböző médiákban, hogy influenza vírus van. Milyen érdekes, az influenza vírusra fel tudunk sokkal jobban készülni, mint az Isten áldására. Pedig ez csak egy lehetőség. Elmegyünk, bevásárolunk, feliratjuk magunknak a gyógyszert, védőoltást adatunk be, és én nem az influenza elleni felkészülés ellen vagyok, hanem azt szeretném hangsúlyozni a kedves nézők számára, hogy milyen fontos, hogy Isten áldásaiban higgyünk és bízzunk benne, és várjuk. Beszéltem nem olyan rég egy barátommal, akit nagyon súlyos betegség, egy baleset ért néhány évvel ezelőtt. 3 hónapig, 4 hónapig kórházban volt, és több mint 10 műtétet hajtottak rajta végre. Tolókocsival ment haza, és az orvosa azt mondta, hogy készüljön föl, hogy esetleg mankóval tud majd járni. És ő hitt az Isten áldásában, és amikor hazament, az volt az első, hogy kikereste az interneten a hozzá legközelebb álló futóklubnak, sportklubnak a címét, és felhívta őket telefonon, és bejelentkezett tagnak. Hosszú évek után tudott csak legelőször elmenni, akkor is botokkal. Majd mi történt? Néhány hónappal ezelőtt a félmaratonit le tudta már futni. Felkészült arra, hogy Isten megáldja, és ezért az áldásért mindent fizikailag meg is tett. Vagy beszéltem egy idős bácsival, akinek olyan volt az elrendezése, a szobájának az elrendezése, hogy a hálószobája fönn volt az emeleten, és 39 lépcsőt kellett mennie, 90 éves volt, és a gyermekei és a hozzátartozói mindenáron le akarták költöztetni őt a földszintre. És ez az idős bácsi azt mondta, hogy amíg Isten ad erőt, addig én minden nap felmegyek többször az emeletre. Mert ha egyszer nem fogok felmenni, másnap lehet, hogy már nem lesz rá erőm. Isten azt mondja, hogy elesnek mellőled ezren, jobb kezed felől tízezren, és hozzád nem is közelít. Isten ma is megígéri
a 21. században élő keresztények számára az áldásokat, készüljünk Isten áldására, fogadjuk és várjuk, mert a hitünknek nem csak pozitív oldala van, hanem a negatív oldala is sokkal jobban látszik, mint gondolnánk. És amikor várjuk az Isten áldását, akkor gondoljunk azokra a pozitív eseményekre, gondoljunk az esőre, készítsünk esernyőt a kezünk ügyébe. És ezek az áldások el fognak érkezni hozzánk, mert az Isten velünk van a gondviselésében, velünk van, amikor betegségektől megóv, és velünk van akkor is, amikor betegségek érnek utol, de ezek a betegségek próbaként jelentkeznek, és később megerősödve kerülünk ki ezekből a nehézségekből. Tehát, kedves nézőink, készüljünk, és pozitívan várjuk az Isten áldásait.